Helyek a Földön, amik nem létezhetnének. Sziasztok, hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit a legújabb részében, ami egy újonnan induló sorozat lenne, amiben nem másra fogunk egy kis kitekintőt tenni, mint olyan természetalkotta helyekre a világon, amik egyszerűen fizikailag képtelenség, hogy létezzenek, mégis léteznek és valami hihetetlen látványosak. De még mielőtt belevágnám magába a videóba, engedjétek meg azt, hogy egy picit megszakítsam ezt az egész folyamatot, és mondjunk egy hatalmas köszöntet a mai videó szponzorának, a GrimeGen-nek. Ez összességében voltak éppen egy weboldal, illetve egy Instagram oldal, az Instagram oldal végén le lesz majd a leírásban. Az én véleményem a GrimeGen stílusáról, és egyébként sokan mások véleménye is egyezik az enyémmel, ami nem más, mint hogy az átlagos és stílusos streetwear viseletet nagyon jól tudja ötvözni ezzel az egész dubsteppes, riddimes szubkultúrával, aminek az egyik legjellegzetesebb dolga ez a grime művészet, és most nem a brit rapperekre gondolok, hanem arra a grime-ra, amit tudjátok, rengeteg képen, rengeteg videóklipben szerepel. Hogy esetleg hozzám hasonlóan megtetszett nektek is ez az egész cucc, akkor az Instagram oldalnak a linkje lesz a leírásban, úgyhogy majd nézzetek rá esetleg a videó után, hogyha úgy gondoljátok. Most pedig jön tovább a cucc. Mondhatnám azt is, hogy ezek a helyek, amiket egyszerűen látnod kell, mielőtt meghalsz, de ezt három okból nem fogom mondani. Egyrészt erre a témára majd egy külön kis videót tervezek, másrészt vannak olyan helyek ezen a listán, amiket nagyon nehézkes vagy közel lehetetlen megközelíteni. Harmadrészt pedig sok hely ezen a listán életveszélyes lehet egy nem képzett civil ember számára. Ezek azok a helyek, amik könnyedén nyűgözhetnek le minket, és amiknek a kialakulásának logikai útját a mai napig kutatják a tudósok, egyelőre eredménytelenül. Nem is szeretném a végtelenségig szaporítani a szót, vágjunk is rögtön bele és nézzünk meg tizet a világ legfurcsább, leglátványosabb és leghihetetlenebb helyeiről. Jó szórakozást! 10. A Hokkaidói kék tó, Japán. A Hokkaidó városában található Blue Pond, magyarul kék tavacska, hiába egy gyönyörű természeti látványosság, nem egy könnyű feladat megközelíteni. A Tokacsi hegy mellett található, és nem is olyan régen alakult ki egy 1988. decemberében történt vulkánkitörés véget. A kitörés miatt a közelben tartózkodó lakosok gátat építettek, és az ide elzárt összegyülemlett víznek köszönhetően alakult ki ez a látványosság. A neve nem csak légből kapott, ugyanis rejtélyes kék színére a víznek a mai napig keresik a választ. Egyesek szerint a túlzott alumínium hidroxid tartalom miatt, amit a napállása miatt éppen jól történt, elhelyezkedési szög véget olyan arányból süt rá a nap, hogy ezeket a furcsa színeket generálja. De ez egyébként sosem lett hivatalosan bizonyítva. Minden évszakban más és más árnyalatait veszi fel a kék színnek, de mindegyik mesebelien kék, azaz egyáltalán nem természetes. 9. A Movila Barlang, Románia. Egy apró romániai barlangban 5 millió éve megállt az idő, írta egy magyar hírlap cikke, amely pont arról szólt, amiről most is beszélni fogok. Románia délkeleti részén található ez a barlang, amely minden fellelhető fényforrástól el volt zárva nem kevesebb, mint 5,5 millió éven keresztül. Ha ez a tény alapból nem lenne ijesztő fedősztori ennek a 33 évvel ezelőtt felfedezett helynek, akkor megnyugtatnék mindenkit, ez a gyakorlatban is megmutatkozik a mérgező levegőtől kezdve a furcsa ott tartózkodó állatokig mindenben. Az itt élő állatok egy elég érdekes téma, itt ugyanis a sok ideig nem jutó napfény által számtalan állatfaj alakult ki, szám szerint 50, amiből 30 csak is kizárólag itt található meg. Ezek az állatok inkább kisebb testűek, de tucatszámra vannak itt skorpiók, paraziták, pókok, piócák és még kígyókra hajazó lények is. A hely felfedezése is egy elég érdekes történet. Munkás emberek fedezték fel, akik egy erőmű építésének az alapját keresték. Tesztelték a földet, hogy fixen biztonságos-e ráépíteni, és mikor lejjebb ástak, megtalálták a földtelen egyik legrejtélyesebb és furcsább helyét a földön, egy nagyon keskeny nyílással leltek, amin ha végigmentek egy kis kamraszerű helyiségre bukkantak, amiben egy mérgező gázokat árasztó forrás is megtalálható volt. A legérdekesebb az egészben viszont nem is ez volt, hanem az ezen a helyen kialakult élő világ, melyek a sok mérgező gáz keverésében érezték jól és otthonosan magukat. 8. Kalacsi, Kazasztán. A Kazasztán északnyugati részén található Kalacsit a legtöbben csak úgy ismerik, mint az alvó falu. És bevallom, amikor először meghallottam ezt a megnevezést, arra asszociáltam, hogy ez biztos egy kihalt falu a semmi közepén, amelyből valamilyen rejtélyes oknál fogva eltűntek a lakosok. Ám mint kiderült, messze nem erről van szó. Ugyanis Kalacsi városát egy rendkívül furcsa jelenség sújtja. Emberek a nap legrandomabb pontjaiban esnek össze bárhol, ahol éppen tartózkodnak és merülnek álomba egy pár órára. És nem, ez nem csak egy-két emberre fordult elő, ez egy rendszerinti jelenség volt abban a kis faluban. De abban a faluban kizárólag. Viszont a problémák nem állnak meg itt. Az álomba merült emberek sokszor számoltak be az emlékezet kiesésekről és halucinációkról is. Az első ilyen észlelés egyébként 2010-ben történt, és nagyon durván 2014-ig tartott. Ám azóta is voltak elvetve ilyen esetek, 2014-ben kb. 60 ember dőlt ki és aludt el több mint két napig. Ez a betegség nemtől és kortól függetlenül mindenki sújtott, aki Kalacsiban élt, valakit kicsit, valakit nagyon durván. Nem lehet
ez új nekünk, ugyanis már előző videóban beszéltem például arról, amikor a középkorban Franciaországban az emberek olyan táncflasht kaptak, hogy konkrétan a halálukba rázták magukat. A tudósok nemzetközi együttműködéssel próbálják a mai napig is kideríteni, hogy mi okozhatta a különös álomkort. Egyesek szerint a legközelebbi uránbányából szivárgott ki túlzott mennyiségű radongáz, ám erre végül semmilyen bizonyítékot nem találtak, így ezt az eshetőséget elvetették. Ezek után felvetették azt a lehetőséget, hogy túl sok szénmonoxid szivárog valahonnan, és mint ahogy megmérték, ennek valóban lenne valóság alapja, ám az egyetemi kutatók állítása szerint a tünetek nem stimmelnek, mivel a szénmonoxid mérgezést kapó ember nem merül két napig álomba. Egy szóval ez a jelenség még mindig csak egy a legrejtélyesebbek közül mindenféle válasz nélkül a mai napig. 7. Az ördög vízforralója, Minnesota. A Minnesotában található Devil's Carol, azaz magyarul az ördög vízforralója, elég beszédes elnevezést kapott. Alapból, ha a helyre nézünk, nem vennénk észre semmi különöset, csupán egy folyót, amely kettő kettészakadt vízeséssel rendelkezik egy bizonyos ponton a Brule folyó környékén. És itten következne a lényeg. Az egyik vízesés folytatja az útját az egyik jobboldali tóba, a másik oldalt viszont fogalmuk sincsen, hogy hova áramlik a víz. Tudósok a mai napig kutatják, hogy hova folyhat a vízesés, mert az biztos, hogy valahol véget kell érniük, de hipotéziseken kívül nem tudnak fix válaszsal szolgálni. A legnépszerűbb hipotézisek között szerepelt az egyik lyukba beleeső víz egy föld alatti mészkőbarlangba áramlik, amely egy úgynevezett lávacsőbe vezet. A lávacső röviden összefoglalva egy hosszú cső, amelyben láva áramlik, és különböző fizikai folyamatok lezajlása után annyi a lényeg, hogy elpárolog a vízmennyiség. De ezt mind teljesen mindegy, mert az elmélet már rég megbukott, és nem találtak még helytálló választ arra, hogy hova tűnik az áramlat, amely a Devil's Carolben ér véget. A legelső próbálkozás, amit csináltak, az az, hogy festéket öntöttek a barlangjáratba, és megnézték, hogy hol bukkan fel a víz színezetként, ám ez sosem történt meg, a víz mindenhol olyan maradt, mint hogy befolyt. Ezután pingpong labdákkal és ezernyi parafával próbálkoztak, ám ezek is a beáramlás után egyszerűen csak eltűntek. Mondhatni szó szerint elnyelte őket a föld. Alapvető őstörvény a tudományokban, hogy bármilyen időben bárhol befolyik bármennyi mennyiségű víz, annak később fel kell bukkannia valahol, ám erre az esetre nem nagyon találtak megoldást. 6. A Namib-sivatag, Dél-Afrika. Nos, a Namib-sivatag az Atlanti-óceán partvidékén helyezkedik el, és megközelítőleg 1500 km hosszan nyúlik észak és dél irányába, a területe közel 80.000 négyzetkilométer. Ami érdekesség a sivataggal kapcsolatban, hogy az Atacama után ez a második legszárazabb sivatagunk, ugyanis itt áramlik a Benguela áramlat, ami kiszívja a szárazföld felé irányuló nedvességet, ezért a Namib-sivatag szinte teljesen szárazon marad. Vannak feljegyzések arról, hogy a Namib-sivatag legnagyobb részén még sosem esett eső, és mi sem bizonyítaná ezt jobban, mint hogy a sivatag belső parti része teljes homoksivatag. 1971-ben nemzeti park lett ebből a feletté bizgalmas helyből, legalábbis a partmenti részéből, amit el is neveztek Csontvászpartnak. Attól függetlenül, hogy ez elég menőn hangzik, nem túl izgalmas egy hely. Mindenesetre van egy elég érdekes legendája a történetnek, miszerint ezt a részt Isten dühéből teremtette meg, és régebben a pokol kapujának hívták. De nyilvánvalóan nem csak ezek miatt az érdekességek miatt szerepel ez a cucca listán, hanem egy évezredes ökológiai rejtély miatt, ami nem más, mint hogy a füvesebb réteken kisebb körök keletkeztek, amely olyan, mint a szabályosan kitépték volna ezeket a köröket, és mesterségesen hozták volna létre. Ezeket a köröket egyébként tündérköröknek is hívják a megmagyarázhatatlan kialakulása miatt. A körökből megszámlálhatatlan található ezen a vidéken, és mindegyik meghaladja a 10 méteres átmérőt, de volt példa már 60 méteres körökre is. Természettudósok tucatjai nyomozzák a világon ennek a rejtélynek a nyitját, mivel a körökben soha semmilyen növény nem nő. És azt sem értik, hogy miért pont köralakkal alakultak ki ezek, miért nem bármelyik másik alakzattal. Számtalan felvetés jött létre a furcsa jelenséggel kapcsolatban, ám mindegyik egytől egyig megbukott. 2013-ban egy Norbert Jürgens nevű kutató úgy tűnt, hogy választ talált a kérdésre, és azt mondta, hogy termeszek rágták ki a köröket, ám egy 2015-ös állítás szerint ez nem történhetett meg, ugyanis egy ilyen eset sem történt, mikor elkezdték megfigyelni éveken keresztül. 5. A Karacsájtó, Oroszország. A most következő szereplő hiába lesz kakuktojás, ugyanis van rá magyarázat, egyszerűen nem hagyhattam ki, mert ez az egyik legbrutálisabb és legkeményebb sztori talán az egész listán. Sokan emlegetik úgy ezt az Oroszországban található tavat és környéket, mint a hely, ami Csernobilnál is durvább. A Karacsáj-tónak a sötét része elméletben 1945. augusztusában kezdődött, amikor az amerikaiak atombombát dobtak Hiroshimára és Nagasakira, ezután pedig Sztálin elhatározta, hogy a Szovjetuniónak szüksége van nukleáris fegyverekre. A kívánság teljesült, a folyamat elkezdődött, és az atomfegyver elkészítéséhez szükséges gyárat az Urál déli részén húzták fel először, és a nukleáris fegyverek gyártása megkezdődött. Viszont a biztonságra már annál kevesebb figyelmet fordítottak, és minden felesleges ellenben radioaktív anyagot a gyárhoz legközelebbi tóba öntöttek vagy szórtak. 3 évvel azután, hogy felhúzták a gyárat, eszükbe jutott a fejeseknek megmérni azt, hogy mégis ez a sok radioaktív szenny mennyire káros a környezetre és a közelben élő emberek egészségére. Gondolom nem foglak meglepni titeket, ha azt mondom, hogy eléggé káros. Sugárfertőzötté vált minden környező növény, legyen a
az talajvíz, fák, bokrok, talaj, bármi. Nem mondom, hogy ez kis baj, mert nyilván nem az, de ebben a helyzetben kétségkívül kisebb. Nem más miatt, mint a közelben élő közel 8000 lakos miatt. A szovjetek nem mondhatni, hogy időben, de cselekedtek és kitelepítették a lakosokat onnan, és a szennyező víznek gátat építettek. A hihetetlen mennyiségű hulladéknak pedig azt találták ki, hogy mind-mind beleöntik egy hatalmas, de legalább a civilizációtól távol lévő tóba, a 100 hektáros Karacsáj-tóba. Ezzel meg is voltak egy darabig, akkor is, amikor már javában zajlott a hidegháborús felállás. Bár azért nem ment minden zökkenőmentesen. A gyárban dolgozó embereken sokszor előfordultak a sugárfertőzés jelei, legyen az hajhullás, szédülés vagy hányinger. A szovjet elhallgattatás itt sem volt rest, az orvosoknak törvénybe szabták, hogy gyógyítsák meg a gyárban dolgozókat, de a betegség okáról sosem beszélhetnek. A legnagyobb tragédia viszont 1967-ben a nukleáris hulladék beengedésétől lassan 16 éve hatalmas szárazság lelte az Urál déli részét, ezáltal a tó is kiszáradt. Hamar láthatóvá vált tómederben egyből fellettek tárva az életveszélyes hulladékok, amiket a szovjetek akkor is egy különös lépéssel próbáltak megoldani. Ólomlemezekkel és betonnal próbálták lefedni a tómedret, ami ugyan kitartott egy darabig, egészen a Szovjetunió végéig. Ezután viszont feltárták a radioaktív hulladék titkait, és most, hogyha a tó közelébe is megyünk, akkor is fél órán belül halálosan rosszul lehetünk. Érdemes megjegyezni, hogy ameddig a csernobili atomkatasztrófa sugárzási veszélye az 5-12 exabekerelig terjed, addig a Karacsáj-tói 4,4 exabekerellel. Ugyanez értelemszerűen kevesebb, mint a csernobili, ám a sugárzás terjedését is figyelembe kell venni, ugyanis ameddig a csernobili tragédia több ezer négyzetkilométeren pusztított és pusztít a mai napig, addig a Karacsáj-tó mindössze 2,5 négyzetkilométeren belül árasztja magából a masszív sugárzást. A negyedik. A Hesda elleni fényjelenségek Norvégia. Fú, na, ez egy jó menet lesz. A Norvégia délebbi részén megtalálható Hesdalen völgy egy 20 km hosszú és 10 km széles medence, amely úgy alapjában egy egész szép kis természeti látványosság, de nem csak azért annyira híres a helység, hanem az úgynevezett Hesdalen fényekről, ami nem más, mint egy közel 200 éve megoldatlan rejtély. Ugyanis ekkor történt meg az első feljegyzés arról, hogy a völgy felett éjszakánként különös fényforrások jelentek meg, melyek ide és oda mozogtak, alakokat formáltak, majd eltűntek egy pillanatra, hogy aztán megint felbukkanjanak a semmiből. Általában 3 hetente jelennek meg a fények, ám 1981 és 84 között olyan szinten megsokszorozódott az aktivitása a fénynek, hogy egy nap akár 10-szer vagy 20-szor lehetett látni. 1984-ben kezdődött el a projekt Hesda ellen névre hallgató kutatás, amely a szervezetnek és az általuk völgyre húzott megfigyelő állomásnak hála nagyon sokszor lencsevégre lettek kapva ezek a furcsa fények, ezek után egy amerikai és egy olasz egyetemi kutatócsoport vette át az ügyet együtt. Azóta mindenki próbál számtalan magyarázatot találni a jelenségre, de egyikük sem bizonyult úgy helytállónak, jelenleg úgy tart, hogy egy olyan csillagászati képződmény, amelyre még nem tudjuk a pontos meghatározást. Ám mint ahogy mindig, úgy ezzel kapcsolatban is voltak élénkebb fantáziajú emberek, akik legtöbbször a földön kívüli erőkre gondoltak. Olyanra is volt egyébként példa, hogy a fény nagyon úgy tűnt, hogy a föld felé tart hatalmas sebességgel, hogy becsapódjon, azt amikor éppen hogy földet ért volna, eltűnt a horizonton egy szempillantás alatt. Amit a sok éves megfigyelésekből viszont megtudhattunk, az az, hogy a fénynek 5 különböző állapota lehet. A porfelhő, plazmasugár, villám, tűzgolyó és a látható állapot. A fényenergia forrása mai napig ismeretlen. Az egyetlen, ami a fények mellett még sugallja azt, hogy nincsen minden rendben, az az a rádiós frekvencia a völgyben, amely teljesen átlagosan szólna minden környező városhoz képest, ám itt van egy furcsa 3 mHz-es frekvenciájú hang is, amely pillanatok alatt eltűnik, de ugyanúgy esténként jelenik meg. Biztos válaszra ettől függetlenül a mai napig nem lehetünk. Harmadik. Shipton anya barlangja, Anglia. Egy Knaresborough nevű Egyesült Királyság délnyugati részén található településen található a Shipton anya barlangja, amely egyébként egy legendás régi boszorkányról kapta a nevét. Azért kapta erről a boszorkányról a nevét a hely, mert sokan úgy gondolják, hogy egyfajta sötét mágiával van elátkozva, ugyanis bármit is teszünk a barlangba, egy hétre rá mindig meg fog kövesedni, legyen az bármilyen tárgy, akár még egy bicikli is. Egyébként a boszorkánynak tartott hölgyet Ursula Sontheimnak hívták, és miután a boszorkányság vágyával kivégezték, a róla elnevezett barlangban nagyon sokáig nem mertek még csak a közelébe sem menni, mivel féltek, hogy ők maguk is kővé dermednek majd. Ha ez nem adott volna elég parát az alapból is szarkész babonás közé középkori embereknek, akkor még az is rátett egy lapáttal, hogy a forrás oldala pont úgy nézett ki, mint egy óriásnak az arca. Viszont a 150 éven keresztül tartó kutatás után a tudósok állítása szerint a nagyon hamar történő kővédermedés a forrásvíz kifejezett ásványi anyagainak köszönhető. A tufa és a travertin a két anyag, ami a vízben található és nagyon magas az ásványi anyag tartalma, ezáltal a kövesedés nagyon gyorsan megy végbe. Második. A taoszi rejtélyes hangok. Új-Mexikó.
Nos, a most következő sztori nem másról fog szólni, mint egy normális emberi, füllel alig hallható hangról, amit viszont az agyunk érzékei és ezáltal őrítő hatást tud kelteni abban az emberben, aki hallja ezt a hangot. Kicsit hasonló lesz ez a sztori a világ minden pontján hallható rejtélyes hangokhoz, ami amúgy szintén egy elég érdekes sztori, majd lehet, hogy össze kéne hoznom arról is egy videót. Csak itt éppen az a különbség, hogy mint ahogy már mondtam, az esetek többségében nem hallották az emberek, hogy lett volna valami, csak esetleg kisebb zúgásokat, sípolásokat vagy zümmögéseket, kis mennyiségben ugyan, de minden nap. Egész végig. Hadd ne mondjam, hogy ez milyen szinten idegesítő lehet. 1950 körül járunk az új-mexikói Taos városában, és az ott élő emberek sorra jelentették be, hogy fülcsöngéshez vagy szúnyogzümmögéshez hasonló hangokat hallanak, ám fogalmuk sincsen, hogy honnan jöhet. 93-ban egészen odáig fajult a dolog, hogy a lakosok az amerikai kongresszust kérték meg, hogy vizsgálják felül az ügyet és adjanak megoldást. Ugyanis itt már az őrületbe kergető hanghatásokon kívül fizikai jelei is megmutatkoztak a frusztrációnak, szédülés, álmosság, orvérzés vagy rosszabb esetben akár eszméletvesztés is. Pontos válasz viszont az amerikaiak nem tudtak adni, így a problémát sem tudták megoldani. Ezek után 2001-ben Skócia csatlakozott a kutatáshoz, az áramszolgáltató erőművekkel magyarázták, sosem sikerült bebizonyítani. Ezután végül egy német kutatócsoport vette át a taoszi rejtélyes zümmögés ügyét, azóta is nyomoznak ugyan utána, de a mai napig nem találtak kézzelfogható magyarázatot. A plusz egyedik, Hawaiion a láva belefolyik a tengerbe. És igen, jól látjátok, valóban ide pakoltam az első helyezett elé egy kis plusz helyezettet, ami azért nem hivatalos részről, mert igenis van rá magyarázat, de egyszerűen olyan szinten látványos, hogy úgy gondoltam érdemes látotok, ha esetleg még nem tettétek volna meg. A Hawaii-szigeteken található egy Kilauea névre hallgató pajzsvulkán, amely a mai napig aktív és körülbelül 600 ezer évvel ezelőtt alakult ki, azonban kutatások szerint csak 100 ezer évvel ezelőtt került a felszínre. Ennél a vulkánnál volt látható, hogy 2013 körül az a furcsa jelensége, hogy a vulkánból kiáramló láva szépen lassan a csendes óceán. Erről egy videó is készült 2013. februárjában, ahol test közelből figyelhetjük meg azt, hogy hogyan is néz ki, ahogy a láva találkozik az óceánnal, és egyet mondok, kifejezetten látványos. Ehhez különösebben nem is szeretnék többet hozzáfűzni, lesétek csak meg a videót. Első, a pokol kapuja, Türkmenisztán. Türkmenisztánban található a Karakum sivatag, amely talán arról lehet világhír, hogy itt található a pokol kapuja. Oké, és be kell vallanom, hogy itt elvetve toltam egy kis túlzást, ugyanis itt nem a pokol kapuja található, hanem egy 40 éve lángoló mérgező gázokat kibocsátó kráter, amit a köznyelben ténylegesen a pokol kapujának hívnak. Minden 1971-re vezethető vissza, ahol a szovjet bányászok keresve kutatva a Karakum sivatagban véletlenszerűen felfedezték a föld alatt ezt a hatalmas mélyedést, ami akkor tele volt metángázzal. A geológusok veszélyesnek tartották a helységet, úgy gondolták, hogy mérgező gázokat bocsájthat ki magából, így nem haboztak, lángra lobbantották a helységet arra számítva, hogy a kamrában található gáz teljes mennyisége max. Egy hónap alatt elég, de az elégés pillanatát a mai napig várják. A hatalmas lángokban égő kráter már a turista látványosságként is szolgál, ám nem nagyon lehet nagyon megközelíteni, mivel pillanatokon belül elviselhetetlen lesz a kiáramló hő. Türkmenisztán egyébként a közeljövőben szeretne a mostaninál is több gáz termelni, ezért a türkmén miniszterelnök elrendelte a lángoló kráter mihamarabbi megszüntetését. Ám ezt a kérést a mai napig nem sikerült végrehajtani, és a pokol kapuja a mai napig kitartóan ég, és ki tudja, hogy meddig fog még eltartani. Szóval ennyi lett volna ez a videó, nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Nagyon-nagyon remélem, hogy tanultatok belőle érdekes dolgokat. Hogyha ez esetleg így van, akkor én azt mondom, hogy ajándékozzuk meg így egymást kölcsönösen egy feliratkozással az én csatornámra, amit itt tudtok megtenni a sarokban, hogyha esetleg szeretnétek még hasonlókat látni, vagy csak egyszerűen tetszett ez a videó. Mert egyébként ebben a hónapban szerintem még több videót is fel fogok tölteni, mint az előző hónapban, és próbálok minél érdekesebb témákat hozni. Úgyhogy, mint ahogy már megszokhattátok, még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, legközelebb videóban pedig újra látjuk egymást, nagyon-nagyon remélem. Addig pedig legyetek nagyon jók, sziasztok!